Nyíregyháza önkormányzata 2017-ben pályázott a város szegregált területeinek rehabilitációjára. A projekt célja, hogy mind a lakhatás körülményében, mind pedig a társadalmi integrációban segítsék a Huszártelep, valamint a keleti lakótelep elszegényedett családjait. Jászai Mennyhért a pályázat bemutatásakor elmondta, a munkálatok első üteme folyamatban van, 9 család pedig már be is költözhetett a Nyír VV által felújított és bérbeadott lakásokba. Jelenleg első ütemben 15 lakást újítottunk föl, összkomfortos, minden kényelmi szolgáltatással ellátott, tágas, tiszta, rendes lakások, ahol egy család méltóképpen tudja élni a hétköznapét, nevelni a gyermekeiket, hiszen tudjuk azt, hogy a mély szegénységből, a szegénységből kilábalni, integrálni a leszakadó csoportokat, 3 követelmény mindenképpen kell, lakhatás, oktatás, képzés, munkahely. És ebből lesz társadalmi felzárkózás, Nyíregyházán is. A problémák komplex kezelésére 2 pályázat is fut egy idő alatt, ezeknek az összértéke meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A sajtótájékoztatón kiemelték, nem csupán lakhatási támogatásról van szó. A projekt tartalmazza a 2 érintett elszegényedett telep környezetének felújítását és az ott élők foglalkoztatásának elősegítését. Ennek csak egyik eleme a lakhatás és a megfelelő lakhatás biztosítása. Emellett ugye gondolkodni kell abban, hogy akik hátrányosabb helyzetben vannak azért, mert nem megfelelő az iskolai végzettségük, nem rendelkeznek munkahelyel, akkor ezeket a problémákat hogyan tudjuk kezelni, illetőleg megoldani. A közösen kiútért programnak pont ez a lényege. Így folynak most is folyamatosan képzések. Mind a 2 telepen élők számára, mind a nők, mind a férfiak számára ajánlottunk különböző képzéseket. Pont azért, hogy ez a megélhetésükben ne okozzon gondot, ehhez még úgynevezett megélhetési támogatást is biztosítunk. A költözésben és a beilleszkedésben a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai segítkeznek. Az intézmény vezetője elmondta, a különböző civil szervezetekkel és a görögkatolikus egyházzal közösen évek óta próbálják javítani a rászoruló családok lehetőségeit, illetve a közösségfejlesztés is fontos feladatuk. Legfontosabb feladatunk az, hogy az élethelyzetükben pozitív változás következzen be. Ennek ugye számos összetevője van, hiszen a családi gondok, a megélhetési problémák, az nagyon szorosan összefog a munkaerőpiaci helyzettel, ennek előzményeként, hogy megfelelő végzettséggel rendelkeznek, tehát a képzési kérdések, tehát egy nagyon összetett és komplex problémával kell szembenéznünk, és a mi feladatunk az, hogy támogassuk a klienseket. A projekt második ütemében év végéig további 50 szociális bérlakás belsejét újítják fel, valamint folytatódnak a kamerarendszerek kiépítései, a közüzemi felújítások és a zöld területi fejlesztések. A sajtótájékoztatón elhangzott, az átköltöztetéseket követően a teljesen megüresedett, leromlott állapotban lévő lakóépületeket a tervek szerint elbontják a városüzemeltetők.